Az NB3-as bajnokság hétvégi játéknapján a Fonyódi Lányok az eddig még veretlen Kadarkút együttesét fogadták. A vendégek esélyeshez méltóan játszottak, végig uralva a mérkőzést, 19 gólos győzelmet arattak. Bakó Zitát kérdeztük ennek okáról. Egyértelműen jobb volt a másik csapat, mind fizikálisan, mind összeszokottságban. Tehát ők sokkal régebb óta vannak együtt, mint mi, és ennek köszönhetően nyilván borítékolható volt. Nem ez az eredmény, de az, hogy veszítünk, az igen, sajnos. Kovács Zoltán szerint reális volt a különbség, de nyilatkozatát mégsem ezzel kezdte. Legelőször is szeretném megköszönni a Fonyódnak, hogy az időponton engedtek és változtathattunk. Én nekem a csapatom 5 éve együtt játszik, fiatalok, nagyon fiatalok, mert az átlag életkor az 16 év, és csak így lehet itt is a megyében is, meg mindenhol máshol csapatot építeni, hogyha nagyon-nagyon régóta nagyon sokat játszanak együtt. Fonyódiak minden meccsen fejlődnek, függetlenül az eredménytől. Most is volt kiemelni való. Mindenképpen azt, hogy összeállt a csapat és mert menni, főleg, hogy kifogták a Szabinát, és igazából utána félő volt, hogy esetlegesen a többiek nem mernek majd menni, de mentek. Tehát próbálkoztak, akartak. Ez mindenképpen fontos volt. Tehát nem leszegett fejjel játszottunk ellenük, hogy úgyis kikapunk, hanem küzdöttünk. Még amikor már 12 volt, akkor is próbáltuk és küzdöttünk. Azt gondolom, hogy a szurkolóknak a legfontosabb, hogy azt lássák, hogy tényleg akarunk kézilabdázni, és hogy fejlődünk, és hogy a fejlődés útjára léptünk, és arra léptünk. Ezt határozottan tudom állítani, mert a védekezésünk az már, azt gondolom, hogy rendben volt, nyilván nem egy ilyen csapat ellen, tehát ha kimentünk egy emberre, akkor ott azért maradt egy kis üres rész, de ha bent maradtunk, akkor meg az ember átlőtt minket, tehát ezekben fejlődni kell, de hát egy új csapatnál ugye mindig lesznek hibák. Kovács Zoltán tanáccsal is ellátta a hazaiakat a jövőre nézve. Törekedni a gyors játékra, gyors lerohanásokra, gyors, könnyű gólok szerzésére és a jó védekezésre, mert a jó védekezésből lehet könnyű gólokat szerezni, és ebben a könnyű gólokkal lehet meccseket nyerni. A jövő héten újabb megmérettetés vár a lányokra, ismét hazai pályán. Mesterem érkezik, és a reményeink nyilván, mint ahogy már mondtam is, és nyilatkoztam, és az, hogy miénk lesz a két pont.